Sziasztok, én Haraszti Ádám vagyok, a Digisport riportere, és hogyha egy kicsit jobban csillogna a szemem a szokásosnál, az azért van, mert alig néhány perce szerezte meg Magyarország története első téli olimpiai aranyát a shorttrackes váltó, úgyhogy nekik ezúton is gratuláció, de maradjunk a Bajnokok Ligájánál. Külön köszi az aggódó szavakat a kávéfőzővel kapcsolatban, szerencsére semmi probléma nincsen vele, de mondjuk José Mourinho-val ellentétben én hiszek többféle forgatókönyvben is, úgyhogy például ehhez a videóhoz most egy kicsit ilyen rózsagyörgyösre váltottam. Ami a meccsek forgatókönyveit illeti, olyan nagyon nagy meglepetés nekem személy szerint egyik sem okozott. A Besiktást sajnáltam nagyon természetesen, hogy már negyed óra után emberhátrányban kellett játszani, hogy Atiba Hutchinson adott hátra egy olyan paszt, amiért tényleg már a serdülőben is szerintem azonnal lehoz az edző a pályáról, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy tényleg minden futballcsapatra igaz az, ami a láncokra is a leggyengébb szem határozza meg az egésznek az erősségét, valószínűleg Hutchinson volt ebben a szituációban a leggyengébb, ugye ő gurított hátra egy passz Domagoj Vidának, aki utána a borzalmas becsúszás mutatott be Lewandowskival szemben, és nem volt más lehetősége Hercegen játékvezetőnek, ki kellett állítania, teljesen jogos volt a döntés, onnan kezdve pedig nagyjából úgy tűnik, hogy eldőlt a törökök sorsa, bár nagyon sokáig tartották egyébként magukat, még ember hátrányban is, csak hát kiderült ott a félidő végére, hogy igazából a Bayern sem 11 teljes értékű játékosra futballozott, hiszen ugye Hamest le kellett cserélni, hát onnan kezdve nagyon csúnyán bedarálták a Besiktást, sokkal szorosabb is lehetett volna. A Chelsea-Barcelonán olyan nagyon nagy meglepetés szerintem megint csak nem született, bár úgy tűnik, hogy a Barca játékosai sokkal gyeres meg tudtak lepődni, hogy Willian el tudja találni a kaput akár még 20 méterről is. Amit nagyon jó volt látni, vagy nagyon érdekes volt látni, talán a Valencia elleni elődöntő első meccsén közvetítettem ugye a Barcelonát, amikor Iniesta játéka minden volt csak meggyőzőnem. Hát ehhez képest most, ahogyan lecsapott erre a keresztbe gurított labdára, mint a gyöngytyúk a zöld aranyra, az tényleg a legszebb időszakát idézte, látszik, hogy van még tűz azért az öregben, úgyhogy ez az egy hiba is elég volt a Chelsea-nek ahhoz, hogy bekapjon egy olyan gólt, aminek lehet nagyon fontos szerepe majd még a visszavágón. Nem tudom, hogy ezt a nagyon határozott, nagyon zárt focit képesek lesznek-e játszani majd Conte emberei a Camp Nou-ban, és nagyon kíváncsi várom a visszavágot. Na, José Mourinho-t ugye már emlegettem itt a korábbiakban is. Az, hogy egy ilyen csapat, amiben Mata, Lukaku, Alexis Sanchez játszik, egyetlen kaput eltalál a lövés produkáljon 90 perc alatt, az szerintem nyugodtan lehet az edző kritikája. Nyilvánvaló, hogy ebben a Manchester United-ben ennél sokkal több van. Nagyon kíváncsi leszek, hogy az Old Traffordon fogunk ebből látni bármit is. Ennél sokkal többet valószínűleg ez a meccs nem ért, talán még David De Gea-ra érdemes kitérni, aki óriási bravúrokat mutatott be, de nehéz eldönteni, hogy ő volt-e az este, vagy a játék hét kapusa, vagy esetleg inkább a Róma-Brazil kapusa Alisson Becker. Nagyon nagy szerepe van abban, hogy a csapatának van még esélye a visszavágón, a Shakhtar több góllal is nyerhetett volna. A dologhoz az is hozzátartozik, hogy Isten igazából ott azon a meccsen egyik csapatnak a játékán sem lehetett olyan nagyon komoly elképzelést észrevenni. A Shakhtarnál volt különösen érdekes, hogy gyakorlatilag az első gólokat úgy szerezték, hogy a középhátvéd előre vágott egy labdát, és onnan kezdve Facundo Ferreira megoldotta a problémát egyedül az ellenfél 16-osánál, meglőttek egy gyönyörű szabadrúgás gólt, és tényleg azon kívül volt még 2-3 komoly bravúrja Alissonnak, meg ott volt még Bruno Perez is, mentett egy hatalmasat a gólvonalról az utolsó pillanatban. Úgyhogy a Rómának van még esélye a visszavágón, de nem ilyen játékkal, azért azt is hozzá kell tenni. Ami biztosan kijelenthető, hogy a visszavágók azért jóval izgalmasabbak lesznek, és azt is kimerem jelenteni, hogy természetesen jönnek majd azokkal együtt az újabb videók is, addig meg ott vannak az Európa Liga 16 közeljutásért ígott visszavágók, azok már valódi tényleg vérre tétre menő mérkőzések, úgyhogy ezekkel várunk titeket a Digisport csatornáin, meg a hétvégén éppenséggel például. Angol Liga kupa döntőt is láthattok nálunk, illetve egy Paris Saint-Germain Marseille rangadót is a francia bajnokságból, úgyhogy várunk titeket azokkal is. Sziasztok!